ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಕೇಳ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಯೋ ಲೈನ್. Oké, akkor beszélni fogunk. Nézzünk, hogy hány alkalom lesz ebből. És a szampradájáról fogunk beszélni, de főleg, hogy hát mi ez a szampradája, inkább abból a szempontból beszélünk, hogy mit jelent, hogy lelki tudás, és hogyan lelki tudás szokott lenni átadva, mi a rendszer. És itt kapcsolódik a szampradája. Mai nap, utána meg jövő pénteken folytatjuk, fogunk beszélni arról, hogy hogyan jön létre eltérés, hogyan térnek el, hogyan alakulnak más vonalok, ami nem hitelesek. Ma mi egy bevezető szempontból fogunk ezt egy kicsit vizsgálni, nézni. Utána a másik alkalommal pénteken megbeszéljünk, hogy a szambanda szempontból milyen eltérések vannak, hogyha nincsen szampradája, hogyha a tudás csak úgy van, vagy hogyha nincsen vigyázva, még a szampradájából indulva is, lelki tanító mester láncolatból, hogy lehet eltérni. Szóval fogunk látni többféle ilyen aspektusból, és utána majd próbáljunk haladni tovább. Oké. Ahhoz, hogy ember legyen meggyőződve abban, hogy ő jó úton megy, jó halad, és legyen meggyőződve, ahhoz kell, hogy legyen ilyen kritériumok belül, amihez kell igazítani magát, hogy legyen meggyőződve, hogy én tényleg jó úton megyek. És ezek a kritériumok fontos, hogy milyenek legyenek, mert sok minden ember gondolja, mindenki azt gondolja, hogy én megyek a legjobb utam. Mint egy orosz bakta mondta, hogy minden vallás vitatkozik, hogy ő vallás a legjobb vallás. És mondja, hát a mi krisnás vallás, mi sose vitatkozunk senkivel, hogy mi vagyunk a legjobb vallás, ezért mi vagyunk a legjobb vallás. Szóval ez is jó. De kritérium, majd fogunk ma belemenni egy pár dologba, és lehet látni néha, hogy a belülünk voltak ilyenek pontok, vagy mondjuk másokban is tudjunk látni, fogunk látni, de ez a kritérium, ami alapján ember biztos tud lenni abban, hogy ő jó helyen megy, jó irányba megy, nincsen eltérítve, ez a Krishna, vagy Dharma, hogy nem az én igazságomat akarok mutatni, nekem van igazam, vagy én jobban tudok, vagy valami érzelmi, vagy elismerése miatt, hanem Isten, vagy Dharma. Az a legfontosabb, hogyha valaki a Dharma alapján, Dharmához méri, vagy a Dharma ez a GPS-je, vagy hogy mondjuk mérce, ugye? Mérce, ehhez mérem magamat. Mint például, amikor Krishna, ki tudja, hány éves korban Krishna kapta ajándékba fuvoláját,
a kötelet, hogy összekössön a bociknak a lábáját, a pásztor botot. 6 éves korba. Szóval amikor 6 éves kort érte el a Krisna, akkor apukája adta neki bocikat, adta neki pásztor botot, adta neki kötelet és puvoláját. És Jasoda mama gondolta, ó, akkor én is adok valamit. Ő adta Krisnának egy napernyőt és cipőt, vagy papucsot, valamit, lebbeliket. És Krishna, és mondta Baladevnek, hogy Baladev, akkor te, mikor megy Krishna, tartsál el fölötte napernyőt. És akkor Krishna kérdezte anyukáját, jó anyukám, de akkor itt van nálam 900 ezer boci, esetleg minden bocinak is tudsz adni napernyőt, egy fiút, aki fog tartani napernyőt fölötte, és tudsz-e adni mindenkinek 2 pár lábbelit. És akkor Jasoda mama mondta, nem, hát ez csak neked. Azt mondta, hát hogyha az én teheneimnek nincsenek ezek a dolgok, akkor nekem se kell, mert az én darmám nem azért, nem abból áll, hogy minden kényelmesen érzem magamat, hanem a darmám akkor, hogyha teheneket legeltetni, akkor védene teheneket legeltetésről, és akkor én követem a darmámat, a dharma pedig engem úgyis megvédi. És ott született ez a nagyon híres mondás, dharma rakshati rakshita. Aki védi a dharmát, azt az embert dharma meg fog védeni. És Krishna itt mutatta ezzel a történettel ezt a példát. Ezért, hogyha valaki, ez a kritérium, hogy a Krishnának az akarata, a Krishnának a tanításai a kritérium, ez a dharmám, akkor én nem fogok eltérni az útjáról, lelki útról. Ez egy fontos lelki kritérium, amit nekünk kell, hogy mindig legyen. És ugyanaz mondja Srimad Bhagavatamba a hetedikbe. Srimad Bhagavatam, Narada Muni azt mondja, hogy az Úr, ő különleges ilyen saktival, energiával felhatalmazta az időt, mert az idő nagyon pozitív és erős hatással van a szatvára, a jóságra. És azok a személyek, akik szatvát élnek, szatva életet, jóságos, ez a dharmikus, ez azt jelenti, akkor ők, nekik idő dolgozik. Nekik van az idő. Szóval ez a dharma. És ezért Bhagavad Gita-nak a utolsó versbe, ki tudja, Yatra, Yogeshwara Krishna, Yatra Partha Dhanurdharaha, Tatra Shrir Vijayar Budhir Dhruva Nitir Matir Mama. Ez azt jelenti, hogy ahol van a Yatra Yogeshwara Krishna, Yogeshwara Krishna, ez igazából a dharma védő Krishna, aki dharma mit jelent? Istennek az akarata. Aki, ahol van Isten, ahol van Arjuna, aki dharma szerint él, akkor ott van minden. Srir, Vijayar, ott van a bőség, ott van a győzelem, ott van a erkölcs, és a többi, és a többi, és a többi. Matir Mama. Ez a Sanjaya-nak a véleménye. Szóval ez a fontos elv minden a szempontból, amikor valaki szeretne lelki úton menni, és nem térni el. Még akkor is, nem, ez majd kicsit később, mert most ezt majd fogunk látni, hogy ha nem ez az elv, akkor hogyan könnyű lehet eltérni, még akkor, amikor itt élünk, akár Krishna völgyben, akár bárhol. Ez a fontos.
Szóval igen, kell, ez azt jelenti, hogy emlékezni kell Krisnára, ez a dharma, de nem csak úgy, hogy igen, van Isten, emlékszek, hanem mit jelent, hogy emlékezni Krisnára? Ki tud mondani, mit jelent mondjuk számunkra, gyakorlók számukra? Folyamatosan énekeljük a Szent Nevet. Folyamatosan énekeljük Szent Nevet, nagyon jó. Arra kell még emlékezünk, a folyamatos éneklés mellett, hogy mit mond Krisna. Mit csináljunk, mit ne csináljunk, szóval mit akar tőlünk, mi az ő akarata. Szentírásokból ezeket leírja, vagy a szentek keresztül, ezeket mindjárt megbeszélünk, de ez a lényeg, hogy Krisna mit mond szentírásokban, ez azt jelenti, hogy emlékszek Krisnára. Másképp vagy lehetséges, inkább úgy mondom, visszaérni a filozófiával. Például valaki nem tud, vannak olyan dolgok, amit Krisna nem kívánja, hogy csinálja valaki. És valaki nem tud megcsinálni, és azt mondja, hát ez nem jó, hogy ezt nem csináltam, mert vagy fordít, vagy ez úgy, hogy nem jó, hogy én ezt megcsináltam, mert Krisna akarja, ezt ne csináljak, de én ezt megcsináltam, gyenge vagyok, majd próbálok valahogy fejlődni, hogy tudjak csinálni. Az jó. De a probléma sokszor, amikor valaki kezd meg kimagyarázni, hogy ő miért így csinálja, ami nem szabad. És az annyira sokszor lehet látni, közöttünk is, ami kisebb dolgok, mert mikor együtt vagyunk, az ki lehet javítani, de mikor egy kicsit külön van ember, akkor ott ebből nagyon el tud térni utána. Szóval ez is egy fontos, hogy eltérés, amikor kezdek visszaélni és kimagyarázni a dolgokat, hogy miért ezt csinálom, miért ez lehet, milyen szempontból. Mint például Indiában egy hindúval találkozott, vagy egy hindi találkozott Srila Prabhupáddal, és mondta Srila Prabhupádnak, ó Swamiji, a Bhagavad Gita az a kedvenc könyvem, legjobban szeretem a Bhagavad Gita-t. És a kedvenc versem is van Bhagavad Gita-ban? Igen. Tudod milyen, Swamiji? Milyen? Amikor Krisna azt mondta, Arjuna, most mindent elmondtam neked, most csináld, amit akarod. Ez a kedvenc versem. Szóval így, hogyha nincsenek ezek a kritériumok, akkor mindenki a saját féleképpen tud megérteni, hogy ezt kell csinálni, vagy azt kell csinálni, de legjobb, semmit nem kell csinálni. Az a legjobb dolog, amikor, majd erről fogunk beszélni, hogy van ilyen eltérés, és ez micsoda, amikor van sok filozófia, de nem, nincsen semmi mögötte gyakorlat. Jó, akkor következő, amit itt akarok mondani, vagy szeretnénk, ez a Mahabharat, hogy vannak események és vannak emberek, akik dharma szerint élnek, és ők, még hogyha nem olvasnak, na most ebben a szituációban mi a könyv, mert sokszor így is lehet, na erre mit mondja a könyvet? Sokszor így írnak itt a követők a YouTube, Facebook, hogy na és akkor, hogyha ez a helyzet van, akkor mit mondanak a védák? Hát valamikor lehet elolvasni, de valamikor nem tudsz elolvasni. Most nézzük meg egy ilyen, amikor valaki tiszta, hogy működik a bármilyen esemény, hogy ő tudja, hogy kell viselkedni. Ez akkor történt, hát először csak egy kis példát mutatnék, amikor visszaélés van, az amikor haldoklót Duryodhan, akkor ő rögtön Krisnát hibáztatta. Mondta, ez te vagy a hibás, vagy ez a hiba, hogy én nekem most meg kell halni, mert adtál ilyen utasításokat, hogy eltörjen a combomat, és ott tovább.
És Krisna mondta neki, hát ne haragudj, de minden saját szenvedésben nincs más hibás, csak te. Szóval ez volt a Duryodhana, aki utolsó pillanatig nem volt kritériumai, hanem ő volt a induló pont mindennek. És akkor a következő, ez a Mahabharatnak a része, amikor Draupada király megtudta ilyen jó harcosról, mint Arjuna, és gondolta, hú, jó lenne egy kis rokoni kapcsolat, és persze azért most nem megyünk teljesen az egész életéről, hogy hogyan ennek volt az oka, hogy szülesen Drishtadyumnas Draupadi. A lényeg, hogy Draupad Maharaj akarta, hogy Arjuna legyen Draupadi lányának a férje. Ezért találta ki ezt a Svayamvarát, emlékezünk, ugye volt a hal valahol fönt, alatta volt egy ilyen kerék, pörgött, akkor mibe kellett nézni? Vízbe, valahol hallottam olajba, de valami folyadékba kellett nézni, tükrözésbe, az mindenhol egyezik, és így kellett hova találni? Halnak a szemébe. Így van. Mert ő tudta, hogy ő direkt ezt találta ki, ő tudta, hogy senki nem képes erre, csak egyedül Arjuna. És tudta, hogy most hogyan, szóval nem tudta, hogyan találja, hogy biztos Arjuna legyen férje a Draupadinak, csak úgy lehet, hogy kitalálom olyan versenyt, amiben egy győztes lehet. És akkor ezt találta ki. Ezért, mikor jött, akkor Arjuna győzött, elvitte, persze Brahmana, ilyen jó kis brámanak, ilyen jöttek, 5 brámana jött, ilyen bodybuilding-es brámanak, de valahogy nem esett le senkinek, ilyen komoly kis brámanak. És akkor nyerték, hazavitték Draupadit, és a Kunti, az anyukájuk otthon volt. És Arjuna, vagy Yudhisthira, nem emlékszem ki, mondta, anya, ő nem látta, csak hallotta, és akkor mondták, anya, nézd meg, milyen ajándékot kaptunk, hoztunk haza. Biksa, ez az ajándék, vagy adomány. És Kunti mondta, ó, bármit kaptatok, egyenlően osszatok magatok között. És csend, semmi válasz. Úgy mondja, mi történik. Gyorsan kijut a házából, látja, áll 5 fia, és akkor előttük áll a Draupadi ilyen kikerekedett szemeivel. Hoppá, most engem hogy fognak osztani 5 felé. És meg is ijedt a Kunti, és mondta a többieknek, főleg Yudhisthirnak, mint a idősebb férfi fiának, hány óra van, hogy nem akarok elmenni nagyon. Még van. És akkor mondta, Yudhisthir, te vagy Dharmarács, én gyorsan kérlek, ments meg minket a bűntől, próbáld meg megoldani, hogy most mi történjen, mi legyen, hogy ti ne cselekedjetek adharmikusan, és ugyanakkor tartsátok, és ugyanakkor az én szavam is legyen betartva. Mert régen nem úgy volt, mint most. Én vagyok a szavamnak a, hogy mondják magyarul? Szóki vagyok én, gazdája? Szavak. Hát szómestere, vagy nem tudom. Én, hát oroszok úgy mondják, én vagyok a szó gazdája, adok szavamat, visszaviszem a szavamat. Könnyű. De védikus korban, hogy valamit kimondta, főleg az anya, akkor ez már törvény, az már nem lehet csak úgy mondani, vicceltem. Ami már Kunti kimondott, annak kell történnie. És ezért mondta, hogy be legyen tartva, amit mondtam, de ugyanakkor ne legyen a dharma. És akkor Yudhisthira Maharaj mondta, kedves anya, így egy kicsit rá gondolom, hogy osszunk 5 a Draupadit, hogy legyen 5 férje, ebben nincsen semmi bűnös dolog, minden rendben van.
És akkor Drópadi megnyugodott, ó, köszönöm szépen. Persze, látjuk, Yudhisthira Maharaj nem is mondta sásztrákat, ő csak így nem érezte semmi, mondjuk a surlódás az igazságok között a szívébe, mikor hallott ezt az utasítást, és mondta, akkor ebben nincs semmi gond. Hát azért, mert Yudhisthira Maharaj sose hazudott életébe. Ő azt mondja, mivel a bűn gondolat se volt életemben sose az elmémbe, ezért én képes vagyok érezni, hogy mi az, ami darmikus, és mi nem darmikus. Szóval olyan személyek, mint Yudhisthira Maharaj, ők tudnak, akik egy nagyon magas szintű, ez a Tesham Satata Yuktanam Bajatam Priti Purvakam, amikor ez a Bhagavad Gita 10. fejezet, 10. vers. Tesham Satata Yuktanam Bajate Priti, aki mindig szolgálnak az Urat, mindig tiszta életet élnek, és mindig a Isten elégedettsége a céljuk, azok szívbe tudnak érezni bármilyen szituációban, ez most helyes vagy helytelen. És akkor Yudhisthira Maharaj mondta, semmi baj. Akkor Kunti elfogadta, Draupadi mondta, hát idősebbeket ezt mondják, az én darmám követni, amit mondanak az idősek, és akkor én bízok, hogy jót mondták. Minden rendben volt, de Draupadi Maharajnak ez nem volt elég, hogy csak vagy fiú mondja, hogy ebben nincsen bűn, hogy most én akartam Arjuna legyen az én, hogy mondják, vejem, lányomnak a férje, és akkor, de nem őt, mondta nekik, mondta, hogyha betudtok nekem bizonyítani, akkor én el fogok fogadni. Nem probléma, csak bizonyítsatok be, hogy ez darmikus az egész dolog. És akkor mondta Yudhisthira Maharaj, jó, holnap jön Vyasadev, és akkor ő elmondja mindent. Másnap eljött a Vyasadev, elmondták, mi a baj, Vyasadev mondta, jó, akkor Yudhisthira mondta először. És akkor Yudhisthira Maharaj mondta három dolgot. Először mondta ugyanazt, amit anyukájának is mondta, hogy én nem érzem szívemben semmilyen surlódás, ellentmondásokat, mivel sose bűnöztem, sose gondoltam bűnről, sose hazudtam, azért így tudok meghatározni, hogy ez nem probléma. Utána mondta, ez volt a saját gondolat, véleménye. Utána mondta, ugyanakkor az én véleményem egyezik sásztrával. És hozta sásztrából példákat, szentírásokból. És utána szádu, hogy a szenteknek, az életének a példákat is megerősítette, példákkal megerősítette saját gondolatokat, hogy akkor kik voltak? Voltak a pracseták, akkor kik voltak, most nem jön eszembe, hogy több fiú volt, 10 pracseta volt, ugye? És akkor nekik volt egy feleség, akkor még szerintem szapterisiknak, vagy kiknek valaki, most elfelejtettem, majd jövőre meg utána nézem. Még volt egy feleség, szóval ez sásztrában is van, és a szádó, szenteknek az életével, és ugyanakkor ez a dharma is, ezt így követni, mert az anya, a szava, az Istennek az akarata, és hogyha anya ezt mondta, akkor az mi dharmánk követni. Szóval dharma szerint is kell kövessünk, hogy ez így legyen. És akkor így elfogadta a Draupadi király, hogy igen, akkor legyen 5 fia, utána még ráadásra Vyasadev kicsit félre hívta a Draupadi királyt, és mondta, igen, amit Yudhisthira mondta, az igaz, de mondom neked még egy dolog, hogy a karma szerint a lányodnak a múlt élete miatt kell, hogy legyen 5 férje. És akkor még egy oldalt rávilágította a Vyasadev. Okay. Szóval, Sadhu Guru Shastra, szóval ez a
Ez erre kell, hogy legyen felépítve egy bármilyen lelki út, szádó, guru, sásztra. Ez a vallás. És általában vallás csak egy. Srila Prabhupád mindig mondta, vallás csak egy. Mindig kérdeznek, ez a vallás az hiteles? Az a vallás az hiteles? És ez a vallás az hiteles? Srila Prabhupád válaszolta volna, leckékben van, könyvekben, hogy hogyha ez a vallásnak a célja Isten irányi szeretet, ez hiteles. És akkor ezek a vallások nem különböznek egymástól. Ez az egy vallás. A vallás ez a Isten irányi szeretet. De ugyanakkor nagyon sok hamisítvány van, vagy hamis eltérések, vagy valami ilyesmi. Szóval vallás egy, de sok eltérés van. Mielőtt erre megyünk, akkor meg szeretnék kérdezni, hogy ki tudja a Szádu Guru Sásztra, melyik az alap? Sásztra. Mindenki egyetért? Igen, sásztra. Miért? És még ezt is tud mondani? Mert ez nem változik. Így van. Mert a sásztra ez az alap, ez adja, és a guru és szádu, ők csak megmagyaráznak, hogy hogy kell alkalmazni. Így van. A sásztra az alap, guru, szádu, ők megmagyaráznak, hogy kell értelmezni, hogy kell gyakorlatba alkalmazni, és így tovább. Igen, a sásztra a lényeg. Oké, nagyon jó. De ugyanakkor vannak az eltérések, és most itt meg odaértünk, hogy az eltérések hogyan alakulnak, akkor mi az alapja, hogy alakul valamilyen finom vagy nem finom eltérés a tiszta útról, vallásos úttól? Damba. Ki tudja, mi ez a damba? Büszkeség. Büszkeség, vagy damba, vagy pratistam, ez a alap a eltérésnek. Szóval ezért mindegyik vallás, amelyik hiteles, mindegyik ez a vallás mindig eredményet, mondjuk egyik eredmény a követőknek, hogy alázatosan válnak. Az alázatosság, ez a helyes vallás, helyes gyakorlatnak az eredménye. Hogy követők vagy gyakorlók alázatosan válnak. És fordítva, hogyha nem helyes a vallás, vagy akár egy helyes vallás nem helyesen valaki gyakorol, akkor büszkeséghez fog vezetni. És mikor ott van a büszkeség, én vagyok a mérce, akkor ott már én vagyok a központ, és így tovább, akkor ott már bennek az eltérések, ott alakulnak a szekták, úgy mondhatnak. Az apa szampradája, ez a szekta, a mai nyelven magyarázva. Majd azokat is egy kicsit fogunk beszélni. Jó, igen, szóval még hogyha jó a vallás, hiteles, de nem helyesen gyakorolok, akkor ez eltéréshoz fog vezetni. Kérdésem, a mi vallásnak mi az alap gyakorlatunk? Uh-huh. Mi az alap gyakorlat? Igen. Hare Krishna mantra éneklése. Igen. Igen, és képzeljétek el, hogy itt is lehet eltérni. Hoppá, hallottatok már róla? Hogy Hare Krishna mantrával, éneklésével, hoppá, ez a hiteles gyakorlat, de lehet eltérni nagyon messze és nagyon komolyan. És Jivan Goswami Bhakti Sandarbhába ezt kifejti. És azt mondja, hogy eltérés akkor lesz, hogyha három sértés követi el illető. És akkor mi ezeket ma megvizsgáljunk, aztán majd nézzünk, hogy
meddig haladunk, de majd utána megyünk tovább következő pénteken. Jó lesz. Oké, akkor hát a 10 sértés között, amit mi ismerünk, hogyha gyorsan elmébe át fogjátok szaladni, most nem menjünk az egészen, hogyha így satszra gyorsan, a 10 között melyik 3 sértés, amelyik eltéríti valaki, ami miatt el lehet térni a helyes gyakorlatnak a gyakorlatból. Igen? Nem hinni a Szent Néverejében. Nem hinni a Szent Néverejében? Jó. Milyen? Nagyon jó, ez az egyik, az már ez a jó, igen. Vaisnava aparát, Sadhuninda, Guru Avagya, Guru Aravagya, Sadhuninda. Nagyon jó. Ez itt profik vannak. Lentem nem kell folytatni, csak énekelni kell a Hare Krishnát. Nagyon jó, igen. Akkor Vaisnava. Sadhuninda, ez a Vaisnava aparát sértene szenteket. Gurora vágja, hanyagolni, sértő lenni lelki tanító mester, guru iránt. Mindjárt egy kicsit ezeket megvizsgáljunk külön. És Shastra, Shruti Shastra Nindanam. Szentírások sértése. Na akkor nézzük meg, hogy milyen eredményekhez vezetnek ezek a dolgok. Akkor először nézzünk, hogy akkor a Sadhuninda, az a szeneti sérteni szenteket, milyen eredményhez fog vezetni. Egy példát, ez a Rupa Kavirajról. Rupa Kaviraj, ez Úr Csaitanyának a idejében volt, eléggé jó, magas szinten, lelki szinten volt. De, ahogy mondják a mi acsárjaink, hogy ő volt alapító acsárja az apa szampradájáknak. A Sahajiya, meg Apa Sampradaya. Apa Sampradaya ez a pont a hamis szektáknak. Jaisi Sri Lakshmini Simadeva Bhagavan Ki Jai. Mit csinált Rupa Kaviraj? Rupa Kaviraj, ő nagyon szépen mesélt Bhagavatamot, és annyira lelkesen, hogy nagyon vonzó volt, és nagyon sokan jöttek és hallgatták, és volt, amikor valakik, de amikor mesélt, akkor nagyon sírtak, szóval megható volt. Nagyon-nagyon komoly volt. Ő gondolta, azért, aki tud, az én ilyen hatásos vagyok a többiekre, sírnak minden, akkor nélkülem már nehéz lesz nekik fejlődni. Így elbízott magába. És egyik alkalommal, amikor Himalata Takurani eljött, hallgatni, és ő mesélt, de ő közben csapázott. És ő nagyon mérges, ő nem ismerte fel, hogy milyen szinten van a Himalata Takurani, és akkor elkezdte sértegetni őt, hogy te mit képzelsz magadnak, hogy amikor itt a Bhagavatamról beszélünk, te miért nem tudsz hallgatni. Ő bocsánatot kérte, Himalata Takurani mondta, ne haragudj, én csak nem tudom mit csinálni a nyelvemmel, nem tudom kontrollálni a nyelvemet egyfajtából, csak megy a Hare Krishna mantra. Ó, valakinek van ilyen problémája? Nem tudjunk nyelv kontrollálni. Hát Prasadával kapcsolatban lehet, nem tudjuk nyelvet kontrollálni. Jó lenne egy maha mantrával. És ezért, mivel ő sértő lett, Vaisnava, Sadhuninda, szenteket, hogy ő lett a legnagyobb szent, azt gondolta magáról, akkor itt már teljesen átalakította az egészet, és akkor ott már nem kell semmi nagy szabályokat tartani, csak rati, ragaszkodás, csak fogd meg, és szeress Istent.
ugye, olyasmik voltak ott. Akkor utána nézzünk meg a guru. Hogyha valaki gurut sérti, ez mihez fog vezetni? Hogyha valaki, mit jelent, hogy guru sértő? Hát az azt jelenti, hogy jó, hát van guru, oké, neki is van vagy valami véleménye, de azért nekem is van véleményem. Vagy mint a Indiában mai napig vannak olyanok, hogy guru, van egy guru, én nekem van életem, adok neki jattolok havonta, ő adja avatást, és akkor nem szól bele az életembe. Az is egy ilyen. Ugye nem, nincsen ez a kritérium, hogy guru nem hibázik. Hogy guru keresztül Krishna vezeti engem, kommunikál hozzám Krishna, hogy mi a bajom, hogy kell jobban gyakorolni, hogy kell fejlődni, ez a guru. De amikor én anyagi szemmel kezdek látni gurut, mint egy anyagi embert látom a guruban, ez a sértő lesz. És akkor, hát ki a guru? Hát egy pap, egy ilyen kántor templomba. Énekel, valamit csinál, szóval ez egy ilyen pap, és akkor majd mondom neki, milyen ceremóniákra rendelek nála, és megtartja nekem ceremóniákat, és akkor ő lesz a ceremónia mester. És akkor ez is, kik vannak még ilyenek, akik mondják, hogy nincsenek olyan, most nincsenek ilyen emberek, akik keresztül Krishna tud nekünk kommunikálni. Akik képviselnek Krishnát. Úgy hívják, hogy ritvik. Ritvikek, akik mondják, utolsó szent, az a Srila Prabhupada, ő volt a guru, több guru nincsen. Ez egy eltérés. Ez egy sértés, és akkor ebből lesz akkor probléma. És ez volt a guru, és a sásztra, hogyha valaki szentírásokat sérti, akkor annak lesz, ahogy mondja, ki mondja, Akinattakur, azt mondja, hogy három eredménye van, hogyha valaki szentírásokat sérti, ez mit jelent? Spekulál, szóval anyagiasan próbál megérteni a félreértésekkel, szóval ő gondolja, én képes vagyok megérteni, nekem bármilyen sásztrát ad ide, én már magyarázom is mindenkinek. Akkor Aniti Vaibhava, ez azt jelenti, hogy Aniti Vaibhava az azt jelenti, hogy hamis vagy ideiglenes eredményre vágy lesz. Kamini re kamini, ez azt jelenti, hogy a tiltott szexuális élethez lesz ragaszkodása, vágya, amit fog megmagyarázni, hogy lelki szex. Megmagyarázza, hogy le kell így fejlődni. De van olyan problémák, vannak ilyen dolgok, sajnos. Hogy ez egy lelki dolgok, mert csak itt kell kicsit máshogyan, és akkor az már lelki lesz. Szóval ez lesz, ez Bhaktinat akkor, ez nem én mondom. És utána ugye Mayavada, az azt jelenti, hogy végül te vagy Isten, én vagyok Isten, bármi lehet ebből. Szóval így hogy a szadó, hogy a sastra, szentírás sértő, akkor ez a három eltérés lesz belőle. Na most, hogyha mi most ezt három kategóriába zárunk, ez most fontos lesz a ideig, amit beszéltünk, hogy megrögzüljön mindenkinek, hogy miről beszéltünk, ez három kategória lesz. Akkor beszéltünk egy kicsit, akkor ideig három sértést, ugye? Egyik sértés melyikről beszéltünk? Szentek, Vasna, guru és sásztra, szentírás. Okay. Akkor most, hogyha mi a mi filozofikus rendszerben rakunk három kategóriába, az lesz eltérések, karma, gyána, jóga. Anyám bilásítás, sunyám, gyána, karma, adi,
anavritam. Itt van gyana, karma, ádi, ez a jóga, anavritam. Hogyha ezek lefednek a mi baktit, akkor ez eltérés lesz. Ez nem lesz tiszta odaadó szolgálat. És most megnézzünk gyorsan, hogy mit jelent. Mit jelent, hogy mikor akár a mi bhakti jogánk el van térve, vagy el van fedve karmával? Akkor mi lesz? Az azt jelenti, hogy akkor élvezni akarok az anyagot, anyagi energiával akarok élvezni. Akkor a gyána, hogyha gyána eltérés van, gyána ez a tudás. Ez azt jelenti, hogy a hatalom élvezet, mert tudás által tudjuk, lehet manipulálni és hatalomba rakni embereket, és akkor ezt lehet élvezni. És a jóga, jóga ez azt jelenti, hogy misztikus erőt élvezni, akkor ilyen misztikus képességek, és ezt mondani, hogy ez a lelki fejlődés. Hogyha valaki látja valakinek aurát, ő nagyon lelki fejlődött. Rezgések, vibrációkat tapasztalok, akkor mindenki, ó, nézd, milyen lelki fejlett, mikor össze van keverve ilyen dolgok, hogy jóga. Mert ezek a misztikus dolgok, ez a jóga. És akkor ez összekeverni a lelkiséggel. Ez lesz a jóga. A harmadik szem. Mielőtt Krisna tudattal találkoztam, arra vágytam, hogy tudjak levitálni. Persze a célom volt prédikálni, mert gondoltam, hogyha megtanulok levitálni, nem tudom, ki tudja, 90-es években a Mátyás templomban Budapesten, a várba, ott minden ilyen bohóc ment oda, valakik ilyen dolgokat dobál, ott minden ilyen kis mutatványok voltak. Csomó ember volt, gondoltam, minden oda fogok menni, ott fogok levitálgatni, és mindenki, gondoltam, nálam lesz a legtöbb ember. De csak azért fogok csinálni ezt, nem biztos, hogy őszinte gondolatom volt, hogy mutatni, látjátok, ezt lehet, akkor van Isten. Ezáltal akartam, hogy így prédikáljuk, hogy van Isten a levitáció által. De ez simán ebből, még jó, hogy nem levitálok, akkor most nem tudom, milyen guru lettem volna, milyen szampradájának, szektának. Igen, szóval ez a jóga, amikor valamilyen misztikus dolgokat próbálunk, és gondolunk, ez a lelki fejlettség. Okay. Most mielőtt vége, még egy pár dolgot, hogy ezt megrögzítjünk, ez a karma gyána jógát, és akkor ma ez lesz az utolsó, és majd következő pénteken folytatjuk, hogyha mi találkozunk, mert most akkor fel kell ismerjünk, melyik csoportnak a karma szennyeződés van, melyik csoportban van a gyána szennyeződés, és melyiknek joga szennyeződés. Hogyha mi találkozunk, bekerülünk egy ilyen csoportba, milyen külsődleges dolgok alapján fel tudjunk ismerni. Például, hogy a karma, akkor mi, hogy lehet megismerni? Na, ennek a csoportnak a karma szennyeződés. Csak így, mit jelent karma? Cselekvés. Akkor mi lesz ott? A négyszabályos dolgoknak a törését, az a tiltoknak mi lesz? Nem muszáj, az vagy lesz, vagy nem lesz. Milyen? Szóval minden nap kenyerőket adni valamit. Jó, az is jó. Aha. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk. Igen. Rituáli. Karma az rituáli. Rituáli lit rituáliért. Csak rituáli, és akkor lényeg a rituál, ami ritus. Egy ilyen példát van a Facebookon, csoport Mudra. Mudra így, mudra úgy, kezdet jobbra, kezdet balra, ez rituáli. Én még nem láttam, hogy valaki onnan jelentkezett, hogy ettől most lelki fejlett lett.
Aztán, hogyha valakinek csak a célja mondjuk gyógyítás, az még oké, okay, de mondjuk, hogyha valaki összekeveri, hogy ez egy lelki dolog, és csak rituális, nem érti, miről van szó. Amikor rituálért, és nem tudjuk, miről van szó, smarták, ugye smarták, a smarta brámanak, akik csak az is rituális, csak szabályért követnek, úgy mondják, farazeusok? Azok voltak, ugye? Igen, amikor csak rituáli. Akkor ez a karma. Giána, hogyha mi valamelyik csoportba bekerünk, és akkor mi alapján tudjunk felismerni, hogy ez a giána eltérés? Spekuláció. Ott csak okoskodik. Egyik jobban, én így mondom, azt mondja, tudod, erre még így is még lehet mondani, mert abból a sásztrából. És nincs semmi gyakorlat, csak beszélnek. Például, hogyha mi beszélünk, de sose vagyunk együtt, sose énekeljünk Hare Krishna mantrát, ami mindjárt gyorsan kell befejeznem, hogy legyen gyakorlat, ne legyünk giánik, ne legyen gián eltérés, tudjuk énekelni. Vasárnap lesz. Tervezzünk vasárnap közvetíteni, beszéltünk Radha Krishna Prabhuval, Bajant, igen, és bejelentjük innen-onnan Facebookon, hogy a világ javulására lesz éneklés, szóval ne legyünk csak giánik, hogy legyünk gyakorlók is. Szóval akkor a giána ez, amikor csak mindenki okos, de gyakorlat semmi nincs. Így lehet, mindenre van válasz, mindenre tudnak nagyon jókat mondani, de senki nem tesz semmit. Ez a giána. És végül jóga. A jóga eltérés, amikor valaki, ő már annyira fejlett, hogy ő már így érzi belül. Ő tudja, hogy ez most mi van, most hogy van, és akkor annyi sok minden lehet látni. Nekem volt egy találkozó egy emberrel, aki mondta, hogy ő hogy felvilágosodott egyszer csak egy hirtelen. Jás is ráadásul azt mondta, ki jaj. Hát ráadásul előtt ilyeneket mesélni, nem, neki nem lelkesítő, de stigmákat is mutatta, hogy itt valaki, hol neki a stigmák vannak, és ő már mindent tud. És akkor nekem valamit álmodtam, akkor ez az álmodás, ez a felső lélek volt, biztos vagyok benne, és akkor tudok mondani. Ez azt jelenti, hogy a jóga az a, hogy a igazi lelki szintek leállacsinyitása. Hogy már lehet nekünk veletek csak Radakathát beszélni. Volt egy nem orosz nyelvű csoport valamikor, és akkor jöttek, kértek, hogy kicsit beszéljünk, és mondtam, jó, miről szeretnétek beszélni? Radakata. Mondom, hát én nem tartok ott. Szóval amikor gondolják, hogy ilyen, hogy mondják, lelki intim, vagy lelki guhyattama, bensőséges témákat már lehet nagyon bele. Mi már ott vagyunk. Már mindjárt csak. Persze, miért ne? Kell, muszáj, kell. Nem kell félni semmitől. Amikor be kell lépni, be akarunk lépni oda, ahol nem léphetünk be most még. Ez a jóga eltérés. Szóval amikor még nem vagyok ilyen tiszta, de is akarok oda belépni. Oké. És amit még magyaráznak, hogy ez a jóga, ez a szahadzsia. Ki tudja, mit jelent, hogy szahadzsia? Utánzás. De a szahadzsa az azt jelenti természetes, hogy mikor gondolom, hát ez a természet, legyi természetes, mert te már úgyis ott vagy, csak fogd meg, csak szeress, csak. És akkor egy szempontból utánzunk, de nem vagyunk meg ott, amit mutatni próbálunk, milyen szinten. És azt mondják, ennek a szahadzsiának, a jógának az eredmény, ez a lelki lustaság.
Manda Sumanda Matajó, Manda Bhagyó Pahrita. Ez azt jelenti, hogy Srila Prabhupád is sokszor mondja, hogy lelkileg lusták az emberek. És akkor inkább mondja, én már ott vagyok. Nem, sokszor írnak kommentekbe, valami mondd meg nekem, valami, hogy most gyorsan fejlődjek, már mindjárt egy perc múlva már ott legyek valahol. Akkor írok neki, mondom, legyél türelmes, ne siess, ne rohanj, nem lehet. Nem tudsz oda menni márciusban almafához, és mondani, hol az alma. Hát, ő türelem kell, szóval itt is, ez a jóga. Okay. Jó, végül így mindent elmondtam, amit terveztem. Kérdések volt külön, mert inkább legyen kis idő énekelni. Elnézést, hogy elcsúsztam, akartam pontosan befejezni. Ezt a két mondatot még be akartam fejezni. Jövő héten, hogyha valaki megijedt, akkor legalább már tudja, hogy nem kell jönni. Folytatni fogunk, és akkor majd megyünk tovább, és akkor majd beszélünk szampradájákról lesz. Hát most megvásároljam benneteket, akkor elmondom, hogy lesz több történet, de online-on is lesz. Oké, okay, köszönöm szépen! Srisi Radha Shyama Sundar ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaura Bhaktavrinda ki jai, Nitai Gaura Premanandi. Hari, hari, hari.